az Atya és Fiú és Szentléleknek országa, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Ékességben könyörögjünk az Úrnak. Uram, a mennyei békért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrnak. Az egész világ békességért, Isten szent egyházainak jólétért és mindnyájunk egyesítésért, könyörögjünk az Úrhoz. Urad, Jövőnök! Ezen szent hajlékért mindazokért, kik ide hittel, buzgósággal és Isten félelemmel járnak, könyörögjünk az Úrhoz. Urad, Szentséges főpásztorunk Ferenc pápáért, Isten szerető Fülöp metropolitánkért és Atanász püspökünkért, a tisztes áldozó papságért, a Krisztus szerinti segédő papságért, az egész egyházi rendért és a népért, könyörögjünk az Úrhoz. Ezen városért, minden városért, községért és vidékért, az azokban lakó évekért, könyörögjünk az Úrhoz. A levegőnek kedvező mérsékletért, a földterményeinek bőségért és békességes időkért, könyörögjünk az Úrhoz. Urad, a hajózókért, utazókért, betegekért, fáradozókért, foglyokért és ezek szabadulásáért, könyörögjünk az Úrhoz. Urad, hogy mentsen meg minket minden aggódástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Urad, Istenem! Hultalmazz, ments meg, könyörű és őriz meg minket, Isten a te kegyelmeddel. Urad, Istenem! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királyinkat, az Isten Szülő és mindenkor Szűz Máriát minden szentekkel együtt említvén. Önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor és örökkön örökké. Szeretek meg, Atya Úr, meghallgatlak könyörgésünket.
szentség igaz hívő. Gyertek, imádjuk Jézus, és haduljunk felőtten. Üdvözl is minket, Isten fia, ki a Jordán ajánlásával megkeszteltettél, ilyen előnk néked. Istenünk és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen.
békesség mindnyájatoknak, bölcsesség, figyelmező. Üdvözlés, Uram, a Te ékenet, és áldj meg örökségedet. Áldj meg örökségedet. Szent Pápostól, Evangélius Jánosi nevének olvasása. Figyelmező. Békesség néked, bölcsesség, figyelmező. Alleluja, alleluja, alleluja. Bölcsesség, igaz hívők, hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Máté Evangéliumának olvasása. Abban az időben, amikor Jézus meghallotta, hogy János börtönbe vetették, visszavonult Galileába, elhagyta Názáretet, elment, és letelepedett a tenger melletti Kafarnaumba, Zebulon és Neftali vidékére, hogy beteljesedjen az Úr szava, amit Izajás próféta által mondott, Zebulon földje és Neftali földje, a tengermenti út a Jordánon túl, a pogányok Galileája, a nép, mely sötétségben ült, nagy világosságot látott. Világosság támadt azoknak, akik a halál országában is árnyékában ültek. Ettől fogva kezdte Jézus hirdetni és mondani, térjetek meg, mert közel van a mennyek országa. Kedves testvérek! Szent liturgiánk állandó énekei között ott van a Szent Háromságot dicsőítő szép énekünk, amit háromszor szentnek is nevezünk, Szent Isten, Szent Erős, Szent Halhatatlan irgalmaz nekünk. És a nagyobb ünnepeken ehelyett egy másik éneket veszünk elő, akik Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek, alleluja. Miért épp ezeken az ünnepeken változtatjuk ezt az állandó részt? A válasz az nagyon egyszerű. Az ősegyházban először keresztség kiszolgáltatása csak is évente egy alkalommal volt, húsvét hajnalán. És a nagyszombati szertartásainkban ma is ott vannak azok az énekek, amelyek a keresztelés világosságára jutók számára hangzik el. És aztán később a nagyobb ünnepeken is kiszolgáltatták a keresztség szentségét. És
Amelyik ünnepen ez természetes volt, azokon az ünnepeken énekelték a Krisztusba öltözködésnek a szép énekét. Így énekeltük karácsonykor és tegnap előtt, január 6-án vízkereszt ünnepén is, de pontosan nem csak az énekeknek a szövegét, hanem számunkra tanítását is figyelnünk kell. Mögöttünk vannak a szép nagy ünnepek, és olyan csodálkozva tekinthetünk ezekre. Ki találna ki olyat, hogy egy uralkodó, egy király szülessen meg egy szegény istálóban? És azt meg pláne nem tudja az ember kitalálni, hogy a világ legnagyobb királya ilyen szegényes körülmények között szülessen. Ki találná ki, hogy a világ legnagyobb királya 30 éven át olyan titokban, munkát végezve, két kezét használva, szinte elrejtőzve az emberek előtt, nőjön, növekedjen. Mert hogyha rá döbben valaki az uralkodó nagyságára, akkor minden pillanatát mellette szeretni eltölteni. Vagy ki gondolná azt, hogy amikor már az emberek elé lép a mindenek királya, akkor, amint az előbb az evangéliumban hallottuk, szinte eltűnik az emberek előtt, nem is Názáretbe megy vissza, hanem tenger melléki Kafarnaumba, ahogyan nevezték a pogányok Galileájának a földjére. Isten előtt nincs egyik vagy másik személyválogatás szerinti ember, hanem mindenki Isten gyermeke. Nincs pogány Galilea, meg hívő Júdea, hanem mindenki számára megjelenik az igazság tanítása. És mi ez a tanítás? Az események folynak tovább, Krisztus keresztelkedésével nem megállnak, és hallottuk, hogy Jánost börtönbe vetik. Heródes azért akar megszabadulni ettől a furcsa hangtól, mert az igazságot hirdeti, és nem szívesen hallja. De ugyanazokkal a szavakkal lép az emberek elé Jézus, és amikor nyilvánosan tanítani kezdi őket, akkor mi az első mondat? Térjetek meg, tartsatok bűnbánatot, mert elközelgett, eljött az Isten országa. Ott áll a Jordán partján Jézus, és mit lát? Látja, hogy jönnek az emberek. Tanácsot kérnek keresztelő Jánostól, aztán leveszik a ruhájukat, és a bűnbánat keresztségét kérik tőle. Aztán látja Jézus, hogy ezek az emberek, amikor megmerítkeznek Jánostól ezt a vízzel leöntést, vagy alámerítést fogadják, akkor fölveszik a ruhájukat, és folytatják az életüket. Vajon ugyanúgy, mint előtte? Vagy változott az életük? Ők levették a ruhát, aztán ugyanabba öltözködtek vissza. Az a hely, ahol ez történik, az Ószövetségben egy nagyon fontos hely volt. Mégpedig a választott nép Józsué vezetésével átlépi a Jordán folyót, de ez nem olyan egyszerű. És az Isten utasítást követve tudják ezt megtenni. A szövetség ládáját emeljék föl. Amikor a ládát vívőknek a lába a Jordánba ér, utána tud majd a nép átmenni, hogy az ígéret földjére bevonuljon. És amikor belelépnek a Jordán folyóba a szövetség ládájával, akkor a vízfolyás megáll. És a választott nép ugyanúgy, ahogy az egyiptomi szabadulásból, száraz lábbal a medren át tud menni, ugyanígy a Jordánon át tudnak lépni. Most nem a szövetség ládája lép be a Jordánba, hanem az Isten fia. Az Isten fia, akiről már nyilvánosan hallatszott is tudjuk, hogy ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, az Atya szózata erősíti meg, és a Szentlélek, mint egy galambszál leáll, vagyis a teljes Szent Háromság nyilatkozott meg
És ez a fiú belép a vízbe, a Jordánba. És mi történik ekkor? Ő nem a bűnbánat keresztségét kéri, hiszen arra nincs szüksége. Ő magára vette az emberi természetet, a bűnt kivéve. De magára veszi a világ bűneit. És ahogyan belép, nem csak példát mutat másoknak, hanem valamilyen új ruhát mutat. Milyen érdekes, hogy a Jordán folyó vize belefolyik a Holt tengerbe, azért kapja a Holt tenger nevet az a rész, mert az élet számára nagy sótartalom miatt lehetetlen. Ahogyan ez a Jordán vize az alámerítkezésnél a bűnbánatot kérő emberek bűneit le tudja mosni, és szinte belemossa ebbe a víztemetőbe, a Holt tengerbe. Ugyanígy bűntemető lesz Jézus belépésével ez a víz. És nem a régi ruhának a fölvételét, hanem az újba öltözködést nyújtja át Jézus. Akik Krisztusban keresztelkedtetek, Krisztusba öltözködtetek, szól az énekünk. És ez nem a víztemetőnek a hullámzását mutatja, hanem egy másik partot, annak az örök életnek a partját, amit a megváltó fog ajándékban nyújtani minden embernek. De ennek van egy feladata, van egy programja. Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Ez a feltétel, az első lépés, amit meg kell tenni, hogy az új part felé tudjon mindenki nézni. Reményik Sándornak egy nagyon szép versében valami hasonlót fogalmaz meg. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásót, kapát, csákányt ragadok. Testvéreim, jertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Mindenkiben ott van az Isten arc, és ezt az Isten arcot meg kell munkálni. Tartsatok bűnbánatot. A bűnbánat az az ásó, az a kapa, az a csákány, amivel dolgozza az ember a saját életét. És a megtérés az azt jelenti, hogy az én saját utamat, a saját arcomat az Istenben tudom csak fölismerni. Oda kell igazítanom. Az igazi arc és igazi út Mária Magdolna részére nem a bűnös élet volt, hanem a kereszt alatt sírva Krisztusra tekintő arc. Az igazi Zakeus, a vámos, vagy Máté, aki korábban apostolsága előtt ugyancsak vámos volt, nem a másik embernek a becsapása volt, hanem az a Krisztus követés, amiben majd meglátják a fényt, a világosságot. Péternek sem a Krisztus tagadás volt az igazi arca, hanem az, amelyik tanúságot tesz majd róla, sőt Pálnak sem a keresztényeket üldöző, őket fogságba vető magatartása, hanem az igazi arca, a népeket hirdető Krisztus szolgálat volt. Tartsatok bűnbánatot, térjetek meg, mert elközelgett az Isten országa. Ez az a program, ez az a felhívás, és ez az a tanítás, amit János tanításának folytatásaként Krisztus is hirdet, és majd az egész életével bemutatja ezt, hogyan kell követni. Azt az Isten arcot, amit kaptunk, azt a ruhát, amit a keresztséggel kaptunk, nekünk is óvni és védeni kell. Hogy egész életünkben ne csak ne kopjon meg, ne csak megmaradjon, hanem tudjon fordítani a másik part felé, és tudatosítjuk, hogy ez a ruha nem akármilyen, mert mi Krisztusban keresztelkedtünk, így Krisztusba öltözködtünk. Mondjuk mindnyájan, teljes lelkünkből és teljes elménkből mondjuk. Uram, jöjjön az! Mindenható Úrunk, atyáinknak, Istenek, kérünk téged, hallgass meg minket is, könyörülj! Uram, jöjjön az! Könyörülj
rajtunk, Isten, a Te nagy irgalmasságod szerint, kérünk Téged, hallgass meg minket is, könyörünk. Uram, irgalmas, Uram, irgalmas, Uram, irgalmas. Szentséges főpásztorunk Ferenc pápáért, Isten szerető Fülöp metropolitánkért és Atanász püspökünkért, lelki atyáinkért, Krisztusban minden atyánk fiáért. Uram, irgalmas, Uram, irgalmas. Könyörögjünk még az itt jelenlévő tőled nagy és bő kegyelmeket váró népért, a mi jótevőinkért és minden igaz hitű keresztényért. Uram, irgalmas, Uram, irgalmas. És ember szerető Isten vagy, és Téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most is mindenkor és örökkön, örökké. Ferenc pápáról, Isten szerető Fülöp metropolitánkról és Atanász püspökünkről, az összes papságról s az egész egyházi rendről. Ezen szent hajléknak boldog és örök emlékű alapító és jótevőiről, s mindnyájatokról igaz hitű keresztények emlékezzék meg az Úristen az ő országában, mindig most is, mindenkor is, örökkön, örökké. Áldott vagy legszentebb jóságos és elevenítő lelked legyünk, most is, mindenkor is, örökkön, örökké. Amen. Békesség mindnyájatoknak. És a teremben. Szeressük egymást, hogy egyetértőleg valljunk. Az a ajtókat bölcsességben figyelmezzünk. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, egyben kis földnek, minden látható és láthatatlan dolgoknak teremtőjében, és az egy Úrban, Krisztus Jézusban, Isten egyszülött fiában, ki az Atyától öröktől fogva született, világosság, világosságtól, igaz Isten, igaz Istentől,
aki született és nem teremtetett, ki az Atyával egy valóságú, ki által mindeneket tett, aki mi életünk emberekért és a mi üdvösségünkért mennyből alá szállott, és megtestesült a Szentlélektől és Szűz Máriától és emberélet, és megfeszítetett mi életünk Poncius Pilátus alatt, és szenvedett és eltemettetett és föltámadott harmadnapon az írása szerint, és fölment a mennyekbe és ül az Atyának jobbján, és ismét eljöven dicsőséggel ítélni elleneket és holtakat, és az ő országának nem lesz vége. És a szent hírekben, urukban és elevelítőkben, ki az Atyától és fiútól származik, ki az Atyával és fiúval együtt imádtatik és dicsőítetik, ki szólott a próféták által. Hiszen egy szent, katolikus és apostoli vagy a Szentegyházban, vallok egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várva voltak föltámadását, és örlendő örök életet. Amen. Álljunk illően, álljunk félelemmel, figyelmezzünk, hogy a szent áldozatot békességben felajánljuk. A békesség adnád, a dicséret áldozatát. A mi Urunk Jézus Krisztus malasztja, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek közöltetése legyen mindnyájatokkal. És a hangoztatván és mondván. Szent, 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 hadsereg ura, teljes az ég és a föld, a te dicsőségeddel, hozsánna, hozsánna. Higgyatok ebből mindnyájan, ez az én vérem az új szövetségé, mely érettetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ajánljuk föl mindnyájunkért és mindenekért. Téged énekünk, téged áldunk, néked áldunk.
legszépen, legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királynénkért, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriáért. Pásztorunk Ferenc pápáról, Isten szerető Fülöp metropolitánkról is, Atanász püspökünkről. Strasd meg őket szent egyházaidnak békességben, épségben, tisztességben, egészségben és hosszú életben. A te igazságod igének helyes hirdetésére. Egy szívvel dicsőítsük és magasztaljuk a te legtisztesebb és fölséges nevedet, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön, örökké. És legyen a mi nagy Istenünk és üdvözítő Jézus Krisztusunk kegyelme mindnyájatokkal. És a szentekről megemlékezvén ismét békességben könyörögjünk az Úrhoz. Urat irgalmat! A bemutatott és megszentelt drága ajándékokért könyörögjünk az Úrhoz. Urat irgalmat! Hogy a mi kegyelmes Istenünk kedves lelkülödje alánt elfogadván azokat szent mennyei szellemi oltárára, küldje le nekünk Istenim alasztját, a szent élek ajándékát, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmat! Hogy mentsen meg minket minden agúrástól, haragtól és szükségtől, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, irgalmat! Hogy ments meg, könyörű és üdvözíts meg minket, Isten a te kegyelmeddel. Uram, ezen egész napot tökéletesen, szentül, békességben és vétek nélkül töltsük el, kérjük az Úrtól. Amen. A békesség angyalát, a jóséges vezetőt, lelkünk és testünk őrzőit kérjük az Úrtól. Amen, Uram. Bűneink és vétségeink bocsánatát és elengedését kérjük az Úrtól. Amen, Uram. És hasznosokat lelkünknek és a világnak békességet kérjünk az Úrtól. Amen, Uram! Hogy életünknek hátralevő részét békében és bűnbánatban töltsük, kérjük az Úrtól. Amen, Uram! Hogy életünket keresztény módon gyötrelem és szégyen nélkül végezzük be, s hogy Krisztus félelmetes ítélő szék előtt jó feleletet adjunk, kérjük az Úrtól. Amen, Uram! A hitnek egységét, a szent élek közöltetését kérvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljon. Néhány, Uram! És méltass minket, Urunk, hogy bizalommal, elítélés nélkül bátorkodjunk téged, mennye Isten, Atyánknak nevezni és mondani. Mi Atyánk, aki a mennyeket vagy, szentelmessék meg a te neved, jöjjön
hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökkön örökké. Fejeteket hajtsátok meg az Úrnak. Fiadnak kegyelme, irgalma és ember szeretete által, kivel áldott vagy legszentebb jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most is, mindenkor is, örökkön, örökké. Figyelmezzünk, szentség a szenteknek, szeretettel közeledjetek. Áldott ki az Úr nevében jött, Isten az Úr ki megjelen, sok eszletűvel Úrral, láttuk az igazi világosságot, vettük a mennyei szenteket, most is mindenkor is örökkön, örökké. Amen. Teljedve ajkaim kicséretedben, hogy énekeljük, Uram, a Teh kicsőségem, mennél a Teh minden, hogy részesüljük. Szent, legtisztább, halhatatlan mennyei jelenítő és figyelmetes titkaival,
Méltó adjunk hálát az Úrnak. Urat hirtálás! Öltalmaz, ments meg, könyörű és üdíz meg minket Isten a te kegyelmeddel. Urat hirtálás! Ez egész napnak tökéletes, szent, békességes és vétek nélküli eltöltését kérni. Önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Mert te vagy a megszentelésünk és téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szent Lélek, most és mindenkor és örökké. Békével távozzunk az Úr nevében. Könyörögjünk az Úrnak. Uram, kérdezz! Uram, ki megáldod a téged áldókat és megszenteled a benned bízókat. Üdvözítsd népedet és áld meg örökségedet, egyházad teljességét őrizd meg. Szenteld meg azokat, akik házad ékességét szeretik. Te viszont dicsőítsd meg őket isteni erőddel, és ne hagyj el minket, kik benned bízom. Ajándékozz békességet a te világodnak, egyházaidnak, papjainak és minden népednek, mert minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, leszállván tőled a világosság atyától. És téged dicsőítünk, imádunk, és néked hálát adunk, Atya és Fiú és Szentlélek most és mindenkor és örökkön, örökké. Amen. Áldott legyen az Úr neved most ágod mindenekké. Áldott legyen az Úr neved most ágod mindenekké. Szerdán és pénteken reggel 7 órakor kezdődik a Szent Liturgia. Kedden és szombaton este 17:30 csütörtök Bükszentkereszti nap. Jövő vasárnap, január 15-én kezdődik az ökumenikus ima hét. Ennek a részletes beosztását majd jövő vasárnap fogom hirdetni. Az ünnepkör végéig a szentelt vízből lehet meríteni, végig itt lesz. Ma délután a Rózsafüzér Társulat titokváltása lesz templomunkban. Bizonyára hallotta mindenki a szilveszteri havasi lakástűznek a hírét. Egy görög katolikus családnak az otthona égett ki. Minden segítség fontos neki, ezért miskolci templomainkban részükre gyűjtést tartunk. Középen az álló perseit tettük ki, ebbe várjuk azoknak az adományát, akik segíteni szeretnének nekik. A görögkatolikus szemlélet magazinnak most dupla száma jelent meg, az újságos asztalon megvásárolható. 10:30-kor kezdjük a II. János Pál pápa téren a színva szentelést. Ott is lesz külön tartályban szentelt víz, tehát aki szeretne, onnan is lehet meríteni és hazavinni. Úgyhogy egy fél óránk van odaérkezni, aki szívesen részt vesz rajta, és úgy kérem, hogy majd együtt imádkozzunk. Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint. Kérünk téged, hallgass meg minket, és könyörülj. Uram, a téglalmaz, kegyes szemekkel, ember szeret uralkodunk, ünneplő szolgáidra, születésnapjukat ünneplő Ilona és Magdolna szolgáidra, névnapjukat ünneplő Attila, Attila és Attila szolgáidra, kik jóságod előtt hitelesnek elnek, s meghallgatva könyörgésünket, áld meg életüket, munkájukat, jó szándékukat, kérünk téged mindenható király, hallgass meg minket és könyörülj. Uram, te vagy lelkünk
atyánk és testünk megvilágosítója, Krisztus igaz Istenünk és téged dicsőítünk kezdet nélküli atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt most is, mindenkor és örökkön örökké. Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, ami reménységünk, dicsőség néked. Dicsőség az Atyának és Urának és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön örökké, amen. Uram, légy válasz, Uram, légy válasz, Uram, légy válasz, Atyák, áss, Uram. Krisztus, igaz Istenünk, aki a Jordánban a mi üdvösségünkért Jánostól a keresztséget fölvenni kegyeskedett, az üleg tisztább anyjának, a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, aranyszájű Szent János konstantinápolyi főpüspökének, szent és istenéletség atyáinknak és minden szentjeinek esedezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Az Úr áldása rejátok az ő kegyelmével és ember szeretetével mindig most is, mindenkor és örökkön, örökké. Áldottam Istenünk öröktől fogva most is, mindenkor és örökkön, örökké. Figyelmezzünk, békesség minnyájatoknak, bölcsesség, figyelmezzünk. Mondd az Úr az én Uramnak, ülj az én jobbomra. Bölcsesség. Izaiás evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk. Úgy mondd az Úr. Vigadni fog a puszta és a járatlan hely, és örvendez a kietlen, és virágzik, mint a lilium. Virágoszán virágzik, és örvendez igazán, és dicséretet mondan. A libaron dicsőség adatott neki, a kármelé szárulékessége. Látni fogják az Úr dicsőségét, és a mi Istenünk dékességét. Erősítsétek meg a lankadt kezeket, és az erőtlen térdeket szilárdítsátok meg. Mondjátok a félénk szívületnek, erősödjetek meg, és ne féljetek. Íme a ti istenetek elhozza a bosszú álló fizetést, az Isten önmaga jöjjel, és megszabadít titeket. Akkor megnyílnak a vakok szemei, és a süketek fülei tárva lesznek, akkor ugrál a sánta, mint a szarvas, és feloldatik a némák nyelve, mert a vizek fakadnak a pusztában, és patakok a kietlenben, és ami száraz hely volt, tóvá leszem, és a szomjózó földvizek forrásaivá. Amely tanyákon az ő sárkányok laktak, ott zöldelő rád és kálka terem, és ott sövény és út leszel,
mely szent útnak hivatik, fertőztetett nem jár azon, és ez lesz nektek egyenes utatok, úgyhogy az együgyűek se tévedjenek el azon. Nem lesz a poroszlán és poroszlán nem jár azon, s nem találtatik ott, hanem a megszabadítottak járnak azon, és visszatérnek az Úrtól megváltottak, és jönnek bennek dicsérettel, és örök vigasság lesz fejükön. Örömet és vigasságot nyernek, s a fájdalom és sírás eltávozik. Békesség néked, bölcsesség figyelmező. Az Úr világosságom, és szabadulásom kitől féljek, szabadulásom kitől féljek. Az Úr legyen veletek. És a telkeddel. Evangélium Szent Márk könyvéből. Dicsőség néked, Istenünk. Az időben jöve Jézus Galilea Názáretéből, és megkeresztetedik Jánostól a Jordánban. És mihelyt a vízből feljött, látá megnyílni az eget és a lelket, mint egy galambot leszállni és rajta maradni. És e szózat lőn mennyekből, te vagy az én szerelmes fiam, te benned telik kedvem. Ezek az evangélium igéjé. Kedves lelkipásztor testvérem, kedves kispapok, kedves testvérek, Úrunk megkeresztelkedésének az ünnepe van, és most itt állunk mi is a folyó partján, mint Jézus Krisztus a Jordánnál. Jézus Krisztus beállt a bűnösök közé, azért, mert olyan közel akart hozzájuk lenni, hogy sorsközösséget vállalt mindenben. Mindenben hasonlóvá lett hozzánk, a bűn kivéve. És most temettük nemrégen Benedek pápát, és ő, amikor elmékedik erről a jelenetről, azt mondja, hogy Jézus Krisztus megkeresztelkedése az már a kereszt halálnak, a keresztre feszítésnek az előképe. Amikor belemegy a vízbe, hiszen ő bűntelen volt, neki nem volt szükség erre a bűnbánat keresztségére, akkor a víz alá megy azért, hogy meghalljon értünk a mi bűneinkért, és hogy utána feljött a vízből, azért, hogy ahogyan ő feltámad, vele együtt mindannyian feltámadjunk az örök életre. És ekkor hangzik ez a teofánia, amit hallottunk az evangéliumban, amikor az atyának a szava hallatszik, és a Szentlélek mint galamb száll le rá, és megjelenik a Szent Háromságnak a képe, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. És a szózat hallatszik az égből, hogy te vagy az én szeretett fiam, nagyon tetszik ebben a fordításban, hogy nem csak szeretet, hanem a szerelmes, ez még fokozottabb kifejezése ennek a végtelen szeretetnek, ami az Istenben van. Te vagy az én szerelmes fiam, hogy benned telik kedvem. Most mi is eljöttünk ide, nem a Jordán folyóhoz, de gyakorlatilag az Úr teremtette folyóhoz. Mi mindannyian bűnösök vagyunk, és imádkozzunk azért is, hálát adunk, mert Jézus sorsközösséget vállalt velünk. Ő nem elhatárolódott, hanem a legközelebb akart hozzánk jönni. Így is, amikor a Jordánban beállt a bűnösök közé, vagy a példabeszédben, amikor Jézus a tékozló fiúról elmélkedik, vagy azt tanítja nekünk, akkor a mennyei atya átölelte azt a testileg, lelkileg leépült embert, és ebben az ölelésben gyógyult meg, ebben az ölelésben ez a halott fiú életre támad, és élete lett. És az Isten ilyen közel akar hozzánk jönni, lelkileg a teremtményeinkben mindent meg akar áldani, minden, ami az ő teremtménye, azért, hogy áldást legyen számunkra minden, a víz, a folyók, az egész teremtett világ. És azért is hálát adunk a mai napon, hogy Jézus a mi bűneinkért meghalt a kereszten. Itt már nem előképről van szó, hanem valóságos szenvedésről, valóságos halálról, és hogy Jézus meghalt, de harmadnapra föltámadott, és ahogy ő feltámadt, vele együtt mi is feltámadunk. A vízszentelés emlékeztet bennünket a keresztségünkre is, hiszen Jézus Krisztussal együtt mi is meghaltunk, és hogy vele együtt mi is életre támadunk. És most ezt jelenti a víz alá merülni, lemenni a víz alá,
azt jelenti meghalni a bűnös embernek, meghalni a bűneinknek, feljönni a vízből, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, és vele együtt új életre is támadunk. Ezért most megáldjuk a vizet, az Istentől teremtett folyót, de erre emlékezzünk, hogy Jézusra együtt meghalunk, vele együtt feltámadunk, és Jézus a legnagyobb ajándékot adta nekünk. És most szüntelenül hangzik az égből, csak oda kell figyelnünk, és mindenkinek mondja külön-külön, de a közösségnek is, te vagy az én szeretett fiam, te vagy az én szeretett lányom, és benned telik kedvem. És hogy ez a mennyi atya ilyen szerelmes szavakkal, a legmélyebb szeretettel mondja felénk, és ezért ezzel a fohásszal szeretném befejezni ezt a kis úgy beszédemet. Szent Pál apostol mondja, ismerjétek meg Krisztusnak a minden emberi értelmet felülmúló szeretetét. Mi is ismerjük meg ebben a szertartásban, és az egész életünkben is, és ez legyen a legfontosabb, az Istennek a minden emberi értelmet felülmúló szeretetét. Amen. Békességben könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hír rajmat! A mennyei békért és lelkünk üdvösségért könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hír rajmat! Hogy szenteltessék meg ez a víz a szent élek erejével, működésével és eljövetelével, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hír rajmat! Hogy szálljon-e vízre minden lény feletti szent háromság tisztító ereje, könyörögjünk az Úrhoz. Hogy a szent élek ereje működése és eljövetele által ajándékoztasson e víznek a megváltás kegyelme és a Jordán áldása, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hír rajmat! Hogy a szent élek eljövetele által világosítassunk meg az értelem és igaz hit világosságával, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hír rajmat! Hogy szolgáljon nekünk ez a víz a megszentelés ajándékául, s a bűnöktől való megtisztulásra, és hogy hathatós legyen a test és lélek meggyógyítására és minden jó használatra, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hír rajmat! Hogy legyen ez a víz a szökőkút vize az örök életre, könyörögjünk az Úrhoz. Uram, hír rajmat! Legszentebb, legtisztább, legáldottabb dicső királyinkat, az Isten szülő és mindenkor szűz Máriát, minden szentekkel együtt említvén, önmagunkat, egymást és egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk. Néked, Uram! Mert téged illet minden dicsőség, tisztelet és imádás kezdet nélküli atyáddal, legszentebb, jóságos és elevenítő lelkeddel együtt, most is, mindenkor is, örökkön örökké. Minden lény fölött való végtelen jó, legistenibb, mindenható, mindent látó, láthatatlan, felfoghatatlan szent háromság, minden értelmi lény alkotója, természet feletti jóság és megközelíthetetlen világosság, ki isteni kegyelmeddel megvilágosítasz minden a világba jövő embert, áraz reám is a te méltatlan szolgádra vigasztaló lelked sugarait, s világos és megértelmi szemeimet, hogy tetszésedre hirdessem a te kifogyhatatlan jó téteményeidet, s megmérhetetlen hatalmadat. Fogad kedvesen könyörgésem az itt jelenlévő népért, s az én vétkeim ne akadályozzák szentelked lelőveteljét, de engedd ó végtelen jóság, hogy megítéltetés nélkül emelhessen föl hozzád szavamat, s a dicséret imádságát hangoztassam mondván. Dicsőítünk téged, kegyelmes Urunk, minden ható örök király, dicsőítünk téged mindenek teremtője és alkotója. Dicsőítünk téged, ki anyától atya nélkül és atyától anya nélkül születtél. Mert az előbb ünnepen kisdecsecsemőnek láttunk téged, most pedig, mint teljes korú férfiú, mint a tökéletestől tökéletes Isten jelentél meg nekünk. Ma mindnyájunkra ünnepélyes nap virrad fel. Ma az angyalok az emberekkel együtt ünnepelnek, s a szentek kara velünk gyülekezik. Ma a szent élek kegyelme galamb képében szállott le a vizekre, ma ragyogott fel a soha le nem nyugvó nap, és a világ az Úr világosságával árasztatik el. Ma a hold teljes fényével világítja meg a földet, ma a csillagok tündöklő színpompával ékesítik az égboltot, ma a felhők az igazság permetegét harmatozzák az emberi nemre, ma a teremtő felett saját teremtménye terjeszték ki kezeit,
Ma a vizek állományoválaira fogadja alkotójának lépteit. Ma a láthatatlan láthatóvá lesz, hogy képesekké tegyen bennünket is a mennyei atya látására. Ma a próféta és előhírnök szeretettel járul az Úrhoz, de remegve áll előtte látván a mindenség királyát szolgai alázatban. Ma a kezdet nélküli saját szolgája előtt hajlik meg. Ma az emberi nem vétkei a Jordán folyó hullámaival moshatnak le. Ma megnyittatik az emberiség számára a paradicsom, s az igazság napja ragyog föl nekünk. Ma a Mózes idejebeli keserű víz édes vízzé válik. Ma a régi siránkozástól megszabadulunk, s mint új Izrael üdvözítettünk. Ma a sötétségből kivezettetünk, s az Isten ismeret világossága villan föl nekünk. Ma levet küzdjük bűnös voltunk szakadozott ruháit, és az ártatlanság új köntösébe öltözködünk. Ma a tenger sósvíze az Úr jelenés által forrásvízé változnak át. Ma a világ köthomája Krisztus Istenünk megjelenése által eloszlik, s minden teremtményre mennyei világosság árad. Ma az egész természetre felülről jövő világosság ömleszteti. Ma az Úr keresztségre száll alá, hogy emberi nemünket a magasságba emelje. Ma a hajlíthatatlan uralkodó saját szolgája előtt hajtja meg a fejét, hogy a szolgaságból kiragadjon minket. Ma szereztük meg a mennyek országát, mely országnak soha nem lesz vége. Ma a föld és a tenger osztozik örömünkben, és a világ vígassággal telik meg. Láttak téged Isten a vizek, láttak téged a vizek, és féltek. A Jordán visszafordult, látván az Istenség tüzi testben szállani a habjaiba bocsátkozni. A Jordán visszafordult, látva a szent lelked galambképében az égből leszállni és rajtad maradni. A Jordán visszafordult, látván a láthatatlant, a megtestesült teremtőt, a mindenség urát, szolgai alázatban. Ma a Jordánban az Úr ünnepét, üljük ki az engedetlenségből származó halált, a csalárcsák fullánkját és a pokol bilincseit e folyam habjaiban süllyesztette el, és a világnak az üdvözülés kerességét ajándékozta. Azért én is a te bűnös és méltatlan szolgád, a te tényei nagyszerűségét hirdetve félelemtől áthatottan, töredelmességgel kiáltok hozzád. Nagy vagy te, Urunk, és fölségesek a te műveid, s nincsen szó, mely elégséges volna a te csodatételeid magasztalására. Nagy vagy te, Urunk, és fölségesek a te műveid, nincsen szó, mely elégséges volna a te csodatételeid magasztalására. Nagy vagy te, Urunk, és fölségesek a te műveid, és nincsen szó, mely elégséges volna a te csodatételeid magasztalására. Mert te saját akaratod szerint a nem létből létrehoztál mindent, és hatalmaddal fenntartod a teremtményeidet, és gondviseléseddel kormányzod a világot. Te négy főelemből elakadtad a teremtményeidet és az esztendő körét, négy évszakkal koszorúztad. Tőled rettegnek az összes szellemi erők, téged magasztal a nap, téged dicsőít a hold. Neked hódolnak a csillagok, neked engedelmeskedik a világosság. Előtted remegnek a mélységek, néked szolgálnak a forrásvizek. Te kiterjesztetted az égboltot, mint sátorfödelet. Megerősítetted a földet a vizek fölött. Körülövezted főennyel a tengert is, lélegzésre levegőt adtál. Néked szolgálnak az arkangyali erők, téged imádnak az angyali karok, néked zengenek örök dicséretet, a sokszemű kerubok és a hatszárnyú szeráfok, kik szüntelenül környeznek téged és körülötted lebegve, szárnyaikkal fölözgetik arcukat, a te megközelíthetetlen dicsőséged félelmétől. Mert te ki felfoghatatlan, örökkévaló és kimondhatatlan Isten vagy, leszállottál a földre és szolgai alakot vevén magadra, hasonlóvá lettél az emberekhez, mert te uralkodó véghetetlen irgalmasságodnál fogva nem tűrhetted, hogy az emberi nem a gonosz által gyötörtessen, hanem eljöttél és megváltottál minket, mi bevalljuk a te véghetetlen kegyelmedet, hirdetjük irgalmadat, s nem titkoljuk el jó títeményeidet. Úgy, Urunk, megjelenésed fényes ünnepén minden teremtményed dicsőít téged, mert te természetünk szülötteit szabadokká tetted,
a szűz méhész születésed által megszentelted, mert te ki Istenünk vagy a földön megjelentél és közöttünk lakoztál, mert a Jordán folyó habjait szentelkednek mennyből való leküldése által megszentelted, s az ott rejtőző kígyók fejeit összetörted. Te tehát embert szerető király, jel most te is a te szentelked lejövetele által is, szentel meg ezt a vizet. Te tehát embert szerető király, jel most is a te szentelked lejövetele által is, szentel meg ezt a vizet. Te tehát embert szerető király, jel most is a te szentelked lejövetele által is, szentel meg ezt a vizet. S részesítsd azt a megváltást kegyelmében a Jordán áldásában, tedd a romolhatatlanság forrásába a megszentelés ajándékává, hogy szolgáljon nekünk bűneink bocsánatára, betegségeink gyógyítására, gonosz szellemek előzésére. S legyen ez a víz minden ellenséges erőnek megközelíthetetlen és angyali erővel teljes, hogy mindazok, akik abból merítenek és ízzelnek, váljék lelki és testi megtisztulásukra, betegségük gyógyulására, lakóházaik megszentelésére, legyen a szabhatós erejű minden jó és hasznos dologra. Mert te vagy mi Istenünk, ki a víz és lélek által megújítottad a mi bűn által megrontott természetünket. Te vagy mi Istenünk, aki Noé idejében özönvízbe hullasztottad a bűnt. Te vagy mi Istenünk, aki Mózes vezetése alatt a tenger hullába járta, megszabadítottad Izrael népét a fáraó rabságából. Te vagy mi Istenünk, ki a pusztában kősziklából vizet fakasztva, a patakok medreit megtöltötted, s néped szomját lecsillapítottad. Te vagy mi Istenünk, aki illés prófét a könyörgésére víz, és bűz által szabadítottad meg bálnádásától Izrael. Most is magad uralkodunk, szentel meg ezt a vizet a te szentelkeddel. Most is magad uralkodunk, szentel meg ezt a vizet a te szentelkeddel. Most is magad uralkodó, szenteld meg ezt a vizet a te szent lelkeddel. És adj mindazoknak, akik a vizet érintik, és azzal megkintettek megszentelés, egészséget, megtisztulást és mennyei áldást. Emlékezzél meg, Urunk, Isten szerető püspökeinkről, a tisztes áldozó papságról, a Krisztus szerinti segédő papságról, az egész egyházi rendről, a jelenlevő hívekről, könyörülj rajtuk és rajtunkat el a nyilvánosságot szerint, hogy a világ összecselemei, az angyalok, az emberek, minden látható és láthatatlan lények dicsőítsék a te legszentebb nevedet, az atyáival és szent lélekkel egyetemben most és mindenkor, és örökkön örökké. Amen. Békesség mindnyájatokra. És a te hagyjátok meg az Úrnak. Néked, Úrnak. Mert te vagy mi megszentelésünk, és téged dicsőítünk, imádunk, és néked hálát adunk a te kezed nélküli atyáddal. Legszentebb, jóságos és elemétő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. A Jordánban való kereszteltetésedkor, Úrunk, kijelentetett nekünk a Szent Háromság imádtatása, mert az Atyának szózata bizonyságot tűr rólad, kedves fiának nevezvén téged, a Szent Lélek pedig galamképében megerősíti a szózat sajhatatlanságát. Jelentél is a világot, megvilágosítottad, Krisztus Istenünk dicsőség néked. A Jordánban való kereszteltetésedkor, Úrunk, kijelentetett nekünk a Szent Háromság imádtatása,
mert az atyának szózat a bizonyságot ő rólad. Kedves fiára, nevezik téged. A Szent Lélek pedig van képében, megerősíti a szózat csalatatlanságát. Ki megjelentél és a világot megvilágosítottad, Krisztus Istenünk dicsőségéket. Ki jelentél magadat ma mindenségnek, és a te orcád világossága, Uram, jegyeztetett néven. Kitörélzettel dicsőítünk téged, mondván, leszállottál és megjelentél nekünk, ó, megközelíthetetlen világosság. Az asztalon lévő szentelt vízből, aki szeretne, nyugodtan meríthet és vihet az otthonába most a szertartás végén. Bölcsesség! Magasztalt élelkem a Jordánban megkeresztelt Krisztus király! Dicsőség néked, Krisztus Istenünk, a mi reménységünk, dicsőség néked! Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökké, amen! Uram irgalmazz, Uram irgalmazz, Uram irgalmazz! Adj áldást, Uram! Krisztus, igaz Istenünk, aki a midőségünkért a Jordánban Jánostól a keresztséget fölvenni kegyeskedett, az öreg tisztább anyjának a szent dicső és mindenek fölött dicséretes apostoloknak, és minden szentjeinek eselezései által könyörüljön rajtunk és üdvözítsen minket, mint jóságos és ember szerető. Az Úr áldása lejátok az ő kegyelmével és ember szeretetével, mindig most is, mindenkor is, örökkön, örökké. Amen. A Jordánban való kereszteltetésedkor, Úrunk, kijelentetett nekünk a Szent Háromság imádtatása. Mert az Atyára szózat a bizonyságot ő rólad, kedves fiának nevezít téged.